Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! Mindenkit szeretettel köszöntök, a mikrofonnál Rupácsics Judit Csilla, ez itt egy újabb értágító. Nem vagyok egyedül a stúdióban, itt van velem két kedves kollégám, Lenkár Péter. Hello! És Kis Lóránt. Szervusztok! Érdekes témákat hoztunk a mai napra is. A fiúk integetnek, hogy beszéljek hangosabban, de szerintem elég hangos vagyok úgyis. Na hát ezt... Csak ez én integettem. Ez az egyik témánk, a nők elleni erőszak vagy befolyásolás. Az szép átkötés volt. Igen, ráadásul többes számban mondtad, hogy integetnek a fiúk, pedig csak én integettem. Ah, tessék, nekem le vannak kötve a kezeim direkt. Diszkriminatív is vagyok, úgyhogy na benne vagyunk a sűrűjében, de nem is ezzel akartunk kezdeni, hanem azzal, hogy mindenkinek van bakancs listája, bár az enyémen kevés hely szerepel. Inkább olyan emberek vannak, akikkel szívesen találkoznék még ebbe az életbe. De erről már beszéltünk egy korábbi műsorban, most viszont azt fogjuk megnézni, hogy hova nem érdemes menni, mert veszélyes állítólag. Ugye mindenféle felmérések vannak az utóbbi időben, hát ezt is felmérik. Ráadásul olvastam egy olyan felmérést, hogy az szerint, hogy a terület meg a lakosság szám, és hogy mennyi gyilkosság történik az adott területen, ez szerint osztályozzák azokat az országokat, vagy városokat, mert két különböző osztályozást is találtunk. Van ami országokat osztályoz, hogy hova veszélyes utaznunk, és van, ami városokat osztályoz, hogy hova veszélyes utaznunk. Hát mondjuk Bécset nem kell keresni a városok listáján, de még Bukarest vagy Budapest sem tartozik oda. Úgyhogy... Hát meg valószínűleg elég kevés európai ország vagy város van a listán, mint ahogy a mi 10-es ország listánkon is, amit most Csilla épp felkonferált. Hát, hogy kihagyták Európát ebből, nem? Hát de valószínűleg van némi oka, hogy kimaradt, nem? Nyilván, ha emlékeztek, ugye egyszer meg arról is beszélgettünk, hogy hová lehet állampolgárságot megvásárolni, vagy útlevelet. Igen. Hát valószínűleg ezekben az országokban nem érdemes, hogyha még meg is lehet vásárolni egy állampolgárságot, mármint a 10-es listánkon szereplő országok. Igen, tényleg azon a listán inkább ilyen kellemesebb országok szerepeltek, mármint ahol nincs háború, vagy nincs ilyen elnyomás, mint ahogy itt majd lesz egy-két országban, és azért ami még szembetűnőbb, hogy nagyjából két kontinensre lehet bontani ezt a 10 országot. Hát eláruljátok, fiúk, hogy melyik ez a két kontinens, melyik ez a 10 ország, aztán valahogy sorba majd végignézzük rajta, hogy azért mégiscsak kijárt már ott, meg ki menne oda. Hát a két kontinens illetően ugye azt elmondhatjuk mindenképpen, hogy a top kategóriában Afrika szerepel talán, és a mellékágon még ott van azért Ázsia is. Annak is inkább a közelébbi része, ugyebár a Közel-Kelet, illetve, hát igen, végül is ide. Közel-Kelet, Közép-Kelet, igen, inkább ezek az államok. Ezek között akár konkrétan megemlíthetjük ugye Jement, Irakot, Afganisztánt és Szíriát is. Most nem tudom, hogy ez a lista egyébként azt szerint van-e, mert hogy van egy visszafele számozás, hogy a 10-estől kezdődik, és csökkenőben ér majd véget Szíriánál. Tehát biztos, hogy ez olyan úgy van, vagy mi alapján? Mert ugye volt egy olyan, amit mondott Csilla is, hogy megvannak a különböző kritériumok, amik szerint azt mondják, hogy egy város, vagy egy ország miért a legveszélyesebb, vagy miért veszélyes, és miért nem menjünk oda. Most az országoknál ugye felmerül az a dolog, hogy ugye például turisták szemszögéből nézték ezt meg, illetve hogy érdemes-e mondjuk ezekben az országokban befektetni, vállalkozni egyéb dolgok, és hogy e szerint rangsorolták, született meg a lista. Vannak itt különböző listák, ugye a te listádon, melyik volt az utolsó, mint mondta, Szíria? Hát egyébként Szíria az első. Igen. Ja, igen, az első. Igen. Itt egy másik listát találtam, ami a Szeretlek Magyarország oldalon jelent meg, itt ezen Kolumbia az utolsó. Vagyis... A 10.
Vagy az első. Az első. Vagyis az első. Igen, ott az is első. Akkor csökkenőben megy. Igen, csökkenőben megy. Igen, ezekkel a táv, vagy listákkal mindig az a baj, hogy nincs egy ilyen központosított lista, mindig valaki valami szerint nézi, mint ahogy ti is mondtátok, és ami érdekesség, vagy nem tudom, majd cáfoljatok meg, hogy például Észak-Korea miért nincs itt. Mert oda eleve be se lehet menni. Hát nem nagyon. Hát igen, vannak olyan országok, amik teljesen zártak. Pont a múltkor láttam egy riportfilm készült egy magyarországi fiatalemberrel, aki talán közgazdász végzettség, vagy hasonló, nem tudom pontosan, és ő már évek óta járja a világot lényegében, és autóstoppal konkrétan, pénz nélkül, tehát az a cél egyáltalán, hogy minél kevesebb büdzséből oldja ezt meg. Talán van egy ilyen dugi 100 eurója a hátizsákja mélyén, ami ilyen tartalék, meg vész esetén felhasználható. Vagy 1000. Vagy a 100-ról volt szó, de mindegy. És ő mesélte a riportban, hogy egyszer be akart szökni Észak-Koreába útja során, és ott rontott el a dolgot, hogy tehát át akart úszni egy határfolyón, nem tudom, tehát északról, vagy nem tudom pontosan már hol akart átúszni, de mindenképpen határfolyón akart átkelni úszva, és ott rontott el saját bevallása szerint a dolgot, hogy piros jacky vagy piros felső volt rajta, és rögtön kiszúrták a határőrök, és egyből elfogták. Ez tényleg elég amatőr hibának hangzik nem így. Volt, nem szóval még beszökni sem lehet Észak-Koreába, nem hogy kiszökni, ki tudja. Milyen érdekes, most fölhoztad ezt a fiatal embert, és rögtön eszembe jutott, erről is fogunk beszélni, hogy miért nők elleni erőszak. Hát egy nő sokkal nehezebben indulna el egy ilyen útra szerintem, mint egy férfi. De maradjunk még egyelőre ezeknél az országoknál. Itt ezen a listán, amit én találtam, a 10. helyen egy nem távoli, tőlünk nem távoli ország szerepel, mégpedig Ukrajna. Wow, akkor csak van európai abban a listában. Hát igen, azért, na, jó, oké. Ami számomra azért egyértelmű ez az afrikai, meg közel-kelet, ázsiai konfliktus. Vonulat. Igen, mert hogy azért úgy, hogyha végig gondoljuk a történelmet, azért mondjuk, ha Afrikát vesszük, akkor elég furcsa volt szerintem számukra, hogy ilyen nagy civilizációval szembe találták magukat, és tehát valószínűleg azért van ennyi konfliktus országon belül, mert egyszerűen rá akartuk mi nyugati modern emberek erőltetni a mi felvilágosodott kereszténységünket, stb. De ők még mindig abban az ő számukra értékesebb vagy ismertebb civilizációban szeretnének élni, mint amit ők ott megszoktak vagy felépítettek azelőtt, hogy gyarmatosították volna ugyebár a nagyobb országok az afrikai, hát inkább törzseket vagy területeket, mert ott, ha jól tudom, addig nem is voltak országok, úgy, mint államok. Hát azért voltak mondjuk például Etiópia esetében, meg amit mondjuk ugye királyságról volt. Jó, de mondjuk ilyen Burundiról nem hiszem, hogy hallott a 18. század. Helyi királyok lehettek, illetve hát azért mondom, hogy ilyen törzsek voltak inkább, nem államok vagy ilyenek, és nekik ez ilyen, vagy a másik oldala meg ahol ilyen nagy diktátori izék vannak, mint már nem is tudom melyikben volt, Közép-Afrikai Köztársaságban vagy Burundiban, mindegy, hát lényegtelen. Szerintem hogy... inkább mindegyikben talán. Jó, hogy ha már ráerőltettük ezeket a dolgokat, akkor meg ők megpróbálják minél jobban kihasználni ezt. Én egy kicsit másképp látnám ezt, illetve ugye mondtad te is mondjuk, hogy nyilván a gyarmatosítási időszakok előtt nem beszélhetünk arról, hogy konkrét fejlett államberendezkedés, felépítés, stb. De hogy ugye a gyarmatosítások által, ami persze nyilván hát kizsákmányolás is volt, meg ugye rabszolgatartás és hasonlók, az európai államok ugye azért egyfajta olyan rendszert kiépítettek, lásd Nagy-Britannia esetében, vagy akár Németország, vagy Belgium, ugye, ahogyan rátették a kezüket az afrikai területekre. Tehát egyfajta olyan rendszerbe úgymond vitték bele, vagy készítették bele az afrikai népeket, törzseket, aminek a megszűnte után, tehát miután ugye akár a második világháború után, akár 60-as éveket tekintve, amikor ezek az államok úgymond megszabadultak a gyarmatosító igáktól, egyszerűen olyan űrt hagyott maga után az a gyarmati berendezkedés,
akár államberendezkedés, akár infrastruktúra, bármi más, hogy egyszerűen ezek meg egymásnak mentek utána. Tehát mindenki meg akarta magának kaparintani a hatalmat, így lettek majd kiskirályok, diktátorok, népírtások, törzsek és törzsek között. Ugyanezt mondtam én is. Nem? Igen, csak azt akartam, tehát hogy a modern időre nézve, meg pont tehát, hogyha még mindig ott lennének az a brittek, akkor minden oké lenne? Valószínűleg nem lenne úgysem minden oké, csak az egyfajta olyan, tehát hogy elnyomták őket, ugyanakkor pedig ezek az ellentétek nem jöhettek a felszínre pont amiatt, mert ott katonailag is ott volt mondjuk az a gyarmatosító állam. Hát sajnos, hogy ott volt katonailag is az a gyarmatosító állam, és szerintem van bennünk, nem tudom, nehezemre esik kimondani is, de ugye, ahogy Péter mondta, hogy rájuk erőltettük a civilizációnkat, amivel szerintem elszakítottuk őket a természetes életmóduktól, és ezt nyögjük mi civilizált európaiak a mai napig, és egyre inkább nyögjük, hogy nagyon-nagyon távol kerültünk attól az életmódtól, amiben Isten álmodott bennünket. Azt hiszem, hogy mind messzebbre megyünk azzal, hogy titkokat találunk meg találunk ki, meg felfedezünk dolgokat, és egyre inkább elszakadunk a természetes természetünktől. Most értsétek ezt jól, én legalábbis így gondolom. Ahogy beszélgettetek itt ugye Afrikát, ami egy... mindig szoktunk filmeket említeni, a Volt egy farmom Afrikában, megvan? Hát ajánlom, hogy nézzétek meg, ez a gyarmatosításnak is, mint mindennek szerintem ezen a világon két oldala van, minimum kettő oldala, úgyhogy volt annak haszna is, mert például megtanultak gazdálkodni a természeti kincseikkel, amik kéznél voltak. Kávé ültetvények születtek, és a rabszolgatartás pedig olyan volt, hogy annak függvényében, hogy milyen személyiségű volt, most modern kifejezéssel élek, éppen a rabszolgatartó, lehet, hogy sokkal jobb dolguk volt azoknak, akik az ő keze alatt dolgoztak, mint a mai vad civilizált világunkba egy-egy munkáltató keze alatt dolgozni, vagy a létbizonytalanságba. Illetve mind a ketten úgy sóhajtottunk. Nem, logikus, amit magyarázol, illetve akkor a másik része a listának, ugyebár a Közel-Kelet, az meg szintén egy olyan történelmileg sújtott terület, ahol a nagyhatalmak kedvük szerint húzogatták a határokat a 19. század végén, 20. század elején, vagy akár a közepéig, és azért is váltottak ki konfliktusokat népek között, ugye, amik mai napig tartanak, tehát megsínyli rendesen ezt a dolgot ott az a térség. Lásd ugye Jemen, és ugye az győzte Szíria például, az egy olyan központi gócpont, hogy meg hát Afganisztánról sem, ami itt ezen a listán második hely, ugye bár ha jól számolom, ők már egy olyan konkrét 40 éve szinte folyamatosan háborúba állnak, vagy az Egyesült Államokkal, vagy a környező országokkal, vagy a Szovjetunióval, vagy Oroszországgal, szóval azért tényleg elég furcsa lenne, és persze olvasunk, meg látunk filmeket, tehát valamilyen szinten el tudjuk képzelni, de gondoljátok el, hogy úgy nősz fel, mondjuk aki a 70-es években született ott, a mai nap lassan betölti az 50. életévét, és folyamatosan háborúban áll az országa. Igen, ez borzasztó lehet, és ugye hallottunk már ilyen gyerekkatonákról, nevelik az... a gyerekeket, igen, mint annak idején, mi tudom, én a múltkor volt róla szó éppen a Plátoni államból, ugye, vagy spártai nevelés eszközeivel, és akkor hullik a férgese. Elég keményen hullik a férgese, ugye itt menjünk akkor a 10-es helyen szereplő Burundi
nem menjünk Burundiba pontosabban, hanem nézzük meg, hogy Burundi esetében ugye, hát ott is napi szinten igazából utcai harcok, dillongások, géppuskaropogás, gránát, repeszek repkednek az utcákon akár fényes nappal. Ott egy fennálló miniszterelnök ellen, aki már harmadik mandátumánál tart, állítólag csalás útján vezeti az országot. Úgymond a nép egy része, most az, hogy törzsi, melyik törzsi, nem tudom pontosan, nagyon nem vagyok képbe Burundi helyzettel, de hogy a nép meg ezt nem akarja, tehát hogy egy diktátor ellen küzdeni akarnak, oda nem menjünk. A Közép-afrikai Köztársaság ugye a 9. helyezettünk, ott meg tényleg konkrétan törzsi, hát belharcok vannak, igazából polgárháborús helyzet áll fent, és oda sem menjünk. Bocsánat, hogy ezt szabadba vágok, folytasd rögtön, csak hogy tényleg ezekben az afrikai országokban az a bonyolultabb, mert hogy máshogy ahhoz vagyunk szokva, hogy ilyen ketté oszlik valami, de itt ha jól tudom, Kamerunban valami 98 törzs él, szóval ott azért úgy elég nehéz azt úgy központosítani, vagy mindenkinek megfeleljen az a dolog. Hát én azért mondtam egyébként, meg amit mondott Csilla is, ugye említette, hogy azért a gyarmatosító államoknak meg volt a maguk előnye is, nem csak az a hátrány, tehát hogy kizsákmányolták az afrikai országokat, meg a rabszolgatartás, ugye, tehát hogy azáltal, amit mondtunk, ugye, hogy az a gyarmatosító állam az igazából egyfajta rendszert itt a rendszertelenségben, és hogy addig vagy akkor pontosabban, míg ezek az uralmak álltak fent, addig úgy nem nagyon voltak ezek a villongások meg, vagy tehát hogy nem mentek egymásnak a különböző törzsek, vagy 98 különböző törzs, tehát hogy egy kalap alá voltak véve, ti brit gyarmat vagytok, nem tudom, gyapotot szedtek nekünk, meg nem tudom, most mit is csináltok. Most is egy kalap alá vannak amúgy véve, hogy kameruniak. Igen, de közben megírtják is egymást, hogyha úgy van, mondjuk a közép-afrikaiak például. De érdekes, ugye mióta a világ, és most újra csak a Bibliára tudok hivatkozni, testvér a testvérnek farkasa. Hát az első gyilkosság is, ami dokumentálva van ebbe az iratba, ugye Káin és Ábel, a két testvér feszült egymásnak. De, hát itt azért ezeket nem nevezném testvéreknek, tehát pont az a baj. Igen, és amúgy nem azért mondtam Kamerunt, mert most eszembe jutott egy másik történet, épp nem is olyan rég volt, ott van egy olyan konfliktus, ugye pont Kamerun az az ország, ahol francia meg brit gyarmatosítók is voltak. Nem német? Kamerun. Meg német is, de ha jól tudom, ott a francia maradt a hivatalos nyelv a nem tudom hány másik hivatalos nyelv mellett, de hogy ott például az angol, illetve a francia kisebbség, mert úgy kisebbség, hogy akik angolul beszélnek, és akik franciául beszélnek, ott például nagy ellentétek voltak, nem is olyan rég, valami iskolában ilyen túzdráma volt valamelyik déli városban, ha jól emlékszem. Lehetséges, nem emlékszem a híre konkrétan. Érdekes, mert mostanság hétvégenként Párizsba se, meg Franciaországba se illik menni, vagy mindig érdemes, mert ugye amióta kirobbant novemberben, ha jól emlékszem, novemberben ez a sárga mellényes mozgalom, ami onnan indult, hogy a benzinárakat akarták, a üzemanyagárakat akarták emelni, de azóta az eltelt idő alatt számos szociális követelést is megfogalmaztak, és egész egyszerűen a civilizált vagy a gazdag itt ellen irányul most már ez, és ugye a békés tüntetések belekeverednek a radikális szélsőséges csoportok, és hát utcaharcok. Meg, akiknek egy jó része mondjuk Afrikából származik. Vandalizmus, ugye, tönkre teszik a... Hát egy biztos, hogy mostanában nem biztos, hogy kellemes sétálni a Champs-Élysées-en. És vásárolgatni a... De Franciaországban már nem csak az utóbbi időben... Igen, pont ezt akartam én is mondani. Van ez a keveredés, hanem az nem menjünk vissza, de már a 90-es években is a francia, vagyis a párizsi... A párizsi külvárosokban mindig voltak ilyen kisebbségi harcok, vagy mindenféle ilyen lázongások. Mondjuk én nem kimondottan a harcokra gondoltam, hanem hogy az ottani populációra. Érdekes, hogy nagyon, nagyon kevertek, szóval
Hát de ez ugyanannak az eredménye, mint például mondjuk... Így van, tehát akár Franciaország esetében, akár Nagy-Britannia esetében a volt gyarmatokról, akár Belgium, Hollandia, úgymond jogot kaptak a volt gyarmatokon élők, hogy és útlevelet kaptak, mondjuk a brit közösség útlevelét kapta meg mondjuk egy indiai akár, vagy pakisztáni, vagy nem tudom, tehát olyan afrikai államnak a, úgymond az állampolgára, aki korábban a brit gyarmat része volt. És ugye emlékszem, nekem eszembe jut most erről a francia témán egy olyan dolog, hogy ugye ezelőtt két évvel, 16-ban voltunk Franciaországban feleségemmel, és mikor megérkeztünk a repülőtérre, Párizstól északra egy kicsi városkába, aminek most nem teszem be a nev, hirtelen mindegy, ott a reptéren már eleve, tehát felfegyverzett állt, tehát tényleg tetőt tapig felfegyverzett francia katonák járőröztek kettesével, hármasával, és elsőre, amikor ezt, tehát hogy tudtam, hogy azért ott van a helyzet Franciaországban, meg akkor tájtó voltak merényletek is, meg terrorcselekvények, és úgy előtte néztük azért a híreket, hogy most igen, mennyire, hova menjünk majd Párizson belül, meg hasonlók, és elsőre, amikor megláttam a katonákat a reptéren, akkor úgy volt bennem egy olyan gondolat, hogy hú, ez most lehet, hogy rossz, hogy ezek itt vannak, aztán meg volt bennem egy olyan gondolat, hogy lehet, hogy inkább jó, hogy itt vannak a katonák. Tehát már általában meg voltak olyan esetek Franciaországban, ugye, hogy a rendőrök és katonák voltak a célpontjai a merényleteknek. Tehát, hogyha mondjuk közel sétáltál egy katona mellett, akkor lehet, hogy jött valaki a másik oldalról, és mit tudom én, rátámadt vagy robbantott egyet például. És voltunk ugyanakkor Franciaországban, voltunk a Versailles kastélynál, és a Versailles kastélynak a hatalmas, gyönyörű zenés kertje működött, tehát hogy ment a kültéri zene iszonyatosan profi hangzással, Mozart és hasonlók, és ott is katonák hármasával jöttek fel alá mindenfelé. Ott már akkor érett, tehát ez már x-edik napon volt, mikor a Franciaországban voltunk, ott viszont tényleg éreztem, hogy ott most biztonságban vagyok. Tehát, hogy, és az emberek szintén érezték szerintem, akár turista volt, vagy pedig helyi volt az illető. Hát nem tudom, én azért mondom, hogy egyrészt elrettentő, igen, vagyok hogy... ennek a dolognak, én nem szeretem, amikor a hatalom egyenruhába vagy egyenruha nélkül, de fitoktatja az erő többletét, bár lehet... Ez nem hiszem, hogy arról szól. Nem arról szól, mert a védelemről ez biztonsági tényező. Biztonsági tényező, igen. Hát okokozat, valamiért kell az a katona oda, mert na, szóval, hogy ez egy ilyen körforgás, hogy valamiért ott van az a katona. Hát valamiért biztos ott van a katona, mert ilyen világ. De ha nem lenne ott, akkor nem lenne. Na, mindegy, élünk. De ha nem lenne ott, akkor esetleg nem születnének olyan gondolataim, hogy félnem kell. Hogyha ott van, akkor megszületik a fejembe, hogy ugye a te fejedbe is megszületett, hogy miért van ott. Én tudom, hogy miért volt ott. Ja, tehát, és na mindegy, nem menjünk ebbe bele. Szerintem van ráció benne egyébként. Menjünk inkább tovább a listán, ott van az egyik kedvencem, Szomália. Ja. Szomália, ugye a kalózok modern hazája. Hát is így ők erőszeretettel ugye nem csak az országon belül duhajkodnak, hanem ugye megszállták a közeli parti vizeket, ugye, hát igen, az Indiai óceánt is egy lényegében. Olyan központi víz van, vagy hogy mondjam, ami azért ott elég sok hajó megfordul. Pontosan, hát ez egy olyan zóna, ami igen, a nagyon nagy tranzit zóna, hiszen ott jönnek át a Szuezi csatornán, majd mennek tovább Ázsiába a hajók. Vagy Ausztráliába. Pontosan, és ott előszeretettel tevékenykedik a szomáliai hivatásos kalóz kontingens, és ha jól tudom, egyébként voltak már ilyen fellépések talán az Egyesült Államok, meg Franciaország részéről is, vagy összefogás volt abban a térségben, hogy hadihajókkal kell járőrözzenek emiatt. Úgyhogy ez is egy jó ország lehet. Nem, oda nem jó jaktal menni szerintem hajókázni a szomáliai partok közelébe. Épp a múltkor volt erről egy hír, nem? Hogy kalózhajó megtámadott egy másik hajót, és túszul ejtettek, talán román vagy magyar állampolgár is volt közöttük. Azt az lehetséges, nem tudom. El is hurcolták őket. Milyen érdekes, ugye az ember nagy élvezettel nézi gyerekkorában ezeket a kalózfilmeket, aztán kiderül, hogy nem is annyira buli, pedig mindig a kalózoknak dukkoltunk annak idején, vagy nem? Attól függ, hogy hogyan kalauzoltak. Ó, itt a városok listáján nézem, hogy azért Mexikó városai rettenetesen vezetnek ezen a listán, nagyon sok szerepel közöttük.
vagy közülük. Nekem az a lista nincs úgy előttem, úgyhogy nem tudom, hát, hogy sorolt fel nekünk a városokat. A városokat, hogy milyen város, például Ciudad Victoria, vagy Fortaleza, vagy La Paz, ahova szívesen elmentem volna egyszer, ha van bakancs listám, vagy Tujana, vagy nem, ez már Acapulco. Tessék. Az is Mexikóban van, azt hiszem. Los Cabos. Az nem tudom, hol lehet. Az is Mexikóban, van, igen. És mondom, hogy ez a lista úgy állt össze, hogy megnézték a városokat, és hogy hány lakosa van a városnak, és hogy a lakosokra hány gyilkosság esik. Értágító, hárman a stúdióba, Lenkár Péter, Kis Lóránt és jó magam Rupácsics Judit Csilla, és azt kezdtük el itt megbeszélni, hogy hova nem fogunk utazni az elkövetkezendőkbe, és a legközelebb, hozzánk legközelebb eső Ukrajnába sem szívesen látogatunk, mert veszélyes áll, de most Párizs talán még inkább. De hogyha tényleg onnan indulunk ki, hogy tehát tulajdonképpen mindenhol van szerintem valamilyen szintű konfliktus a világon, nem hiszem, hogy nem lehetne. Jó, maradjunk ugye otthon. Ezen a listán, amit még egyszer? Maradjunk akkor otthon. Nem, most az jutott hirtelen eszembe, ahogy Péter elkezdte, hogy mindenütt van valamilyen konfliktus, hallottam már olyat, hogy nem megyek Erdélybe, mert ott akkor na, meg fognak nyúzni. Pontosan, hogyha jobban belegondolunk, vannak, itt is azért vannak problémák. És Dracula is ott van. Igen, igen. Szóval, hogy például ebből a listából hiányolom, amit itt központosítottunk mi, például dél-amerikai országokat, vagy ott van mondjuk Fülöp-szigetek, ahol az ország elnöke, most nem fog eszembe jutni a neve, illetve nem vettem a fáradtságot, hogy rákeressek, valami Duarte, vagy mi, azt a rendeletet adta ki pár évvel ezelőtt, hogy bárki megölhet olyan embert, aki droggal kereskedik. Tehát a nyílt utcán lelőhetsz valakit, és még pénzt is kapsz érte. Szóval valószínűleg nem feltétlenül mennék Manilába turistaként, mert mit tudom én, valamit meglátnak a kezembe, ami mondjuk nem drog, de azt hiszik, és főbelőnek. Nem, tehát hinném, hogy ennyire egyszerű lenne ez a dolog. Egyszerű. Egyszerű. De nem, ez sokkal-sokkal bonyolultabb, igen. Azért ennyire nem. Akkor macsétével menjenek neked lelőfegyvert. Biztos, hogy van valamilyen visszafogó hatása, de én nem hiszem, hogy az emberek, a hétköznapi ember, most képzeld el, azért kell föl reggel, és megy ki az utcára, hogy azt hogy lesse, pénzt keressen? Hogy azt lesse, hogy melyik turistánoknál, vagy kinél van drog. Ha nincsenek kihegyezve erre az embereket, szerintem annyira elveszik a hétköznapok, miért te se figyelsz mindig oda arra, hogy mit tudom én éppen. Lemegyek teért a boltba, és közben lelőlök valakit. Alapjáraton egyformák vagyunk azért. Mi is, meg a Manilia... Jó, oké, tehát ezt nem felvetésként mondtam, hanem tényként meséltem el ezt a történetet. Értem, hogy van, de hát... Tehát lemegyek teért a boltba, és fejbelőlek közben. Megláttam ott valamit. Bennem ilyen rettegés akkor ébredt, amikor 89-ben volt a forradalom, és kihirdették a statáriumot, ugye, mert a statárium az én gondolataimban úgy élt, mint akkor ugyanez, hogy akárki, akinek van fegyvere, akkor főbe lőhet mindenféle indok, vagy nélkül, mert ő kitalál valamit a hasára üt, és valószínű, hogy volt is ilyen. Érdekes dolgok ezek, igen. Viszont én oda például szívesen elmennék a Fülöp-szigetekre. Manilába? Nem feltétlenül Manilába. A manilai orvoslás volt egy időben rettetesen felkapott, ugye nevezzük kuruzslásnak. Természetgyógyászat? Hát igen, viszont érdekes műtéteket mutattak be, akár képileg is. Hogyha volt nála drog, akkor megműtöttek az utcán. Jó. Miközben vették tejet meg kenyeret a boltba. Péter nem megy Manilába. Júri, te hova mennész?
Hát ugye, amikor beszélgettünk arról a bakancslistáról, akkor lehet, hogy akkor nem mondtam, vagy elmondtam, nem tudom, hogy hova mennék. Vagy lehet, nem annál a témánál beszéltük, de ugye, hogy említette Péter a dél-amerikai országokat, hogy úgy nekem van egy ilyen, hát egy ilyen vágyálmom, vagy képem a fejemben, hogy ugye állampolgárság vásárlás. Elmenni Dél-Amerikába, vagy hasonló. De igen, tehát hogyha ilyen veszélyes zónák ott is vannak, lásd akár Bogota, tehát ugye ott van Kolumbia helyzete, vagy azért biztos vannak ott is olyan zónák, mint mondjuk Brazíliában például, ahol megy a bandázás, meg a favellákba. Úgyhogy az sem lehet túl vagány. Tehát amikor Copacabana-tól két méterre, ott is már lehet veszélyzóna akár, vagy a favellák is lehetnek no-go zónáknak tekinthető területek. Vagy emlékeztek, vagy lehet, hogy te emlékszel, akkor ugye volt az a film is, az Istenváros, ami szintén ott játszódik, tehát az egy elképesztő valóságtükörnek tűnhet, mert azért szerintem az egy elég komoly valóságtükör, amit ott bemutattak a filmben. Hát aki nem látta, nézze meg, és dönts el, hogy valóságtüköre vagy sem. Viszont van ennek összefüggése egy másik filmmel is, amiről viszont beszélni fogunk. Ez pedig egy autóhoz kötődik. És történelmileg úgy kötődik az autó a film témájához, hogy ugye a Ford a 70-es években, azt hiszem 68-tól 75-ig gyártotta ezt a modellt. A Gran Torinóról van szó, és Clint Eastwood pedig kitalált egy filmet, ami tulajdonképpen a 70-es évek Amerikáját tükrözi. És ott is találkozunk mindenféle nációkkal. Hát még a 70-es évekből maradt meg az öregnek a filmben igazából a tudata, vagy inkább az időszak, ami hát, vagy korábbról inkább rányomta a bélyegét, meg a korábbi élményei, ugye. Tehát Eastwood rendezte és játssza is az egyik főszerepet a filmben, és meg is szokhattuk tőle ezt a, hát mondhatnám azt a western karaktert, a hunyorgó tekintet, és az a mélységes, csontos állkapocs, illetve a modor, de arra szépen rá is játszik azért, hát megvan ebben a filmben is szerintem az a western karakter, amit már megismerhettünk tőle akár korábbi 70-es, 80-as évekbeli filmjeiből. Igen, tehát azok az élmények, ő hát annak idején, ugye, ha jól emlékszem, akkor megjárta a filmben ugye a második világháborút talán? Igen, Koreát. Vagy csak Koreát is, Vietnámot akkor, és a háború után, vagy háború előtt dolgozott ugye a Ford gyárban, ahol gyártották ezt a Gran Torino típusú, vagy modellű autót, ugye, ami egy nagyon vagány autó, egyébként nagyon jól néz ki szerintem, és ugye ott tartja szépen karban tartva azt az eredeti, akkor gyártott modellt a garázsában. Igen, 1927-ben gyártották azt az autót, ami a filmben szerepel, legalábbis ez hangzik el. Igen, 1927-es. Nem 70-es évekbeli az autó? Hát nem. Most mondta, de hogy 68 és 75 ne, között igen, gyártották. Akkor lehet, hogy tévedek. Akkor nem tudom, valamit tévedek. Akkor valami, hát a matematikával nem vagyok jóba. Hát éppen az volt benne a lényeg, hogy ugye ő dolgozott a gyárban, a Ford gyárban, tényleg, és akkor onnan van az autója van, lényegében. Igazatok van, és az nagy becsbe tartja, és nagyon jól is néz ki, és nagyon lecsupaszítva a filmet, nagyon rettentesen lecsupaszítva a filmet, arról szól, hogy mindenki ezt az autót szeretné megszerezni. Szerintem azért ez a film nem az autóról szól, persze, egyértelműen. Illetve amit Lóri mondott, hogy ez a western nagyon beleégett ebbe az úriemberbe, ebbe a Clint Eastwoodba. Én azért úgy gondolom, hogy ő már egy jó ideje szakított ezzel a western stílussal. Szerintem lezárta még a 90, most nem akarok hülyeséget mondani, volt egy film, a Nincs Bocsánat című film, szintén ő rendezte, és ő játszotta a főszerepet, és ott szerintem ott lett húzva egy vonal, hogy akkor ennek vége. Hát mint történetiség, illetve mint stílus, filmstílus, igen, viszont maga a karaktere az hát, úgy de azóta meg abból. Azóta megváltott egy olyan karakterre, aki tényleg ez a megkeseredett öregember, aki rengeteget tapasztalt az életében, és megjárta a háborút. De a Nincs Bocsánatban is meg volt keseredve. A Nincs Bocsánatban is meg volt keseredve azért. De ott más miatt volt megkeseredve, természetesen értem én ezt a dolgot. Nem gondoljátok, fiúk, hogy csak azért, mert hogy belekerült ebbe a korba, és egyszerűbb ilyen szerepeket játszania?
Nem tudom, de amit, tehát amit mondtok mind a ketten akár, és akkor kombináljuk, az a filmre nézve konkrétan a Gran Torino-ra. Ugye igen, egyik olyan központi eleme, és nem a, nem a körülforog lényegében, az inkább csak egy szimbólum, az az autó, az a, azt a kort jelképezi, amiből ott ragadt az öreg Volt, tehát hogy ugye Clint Eastwood kijátsza Voltot, és ott maradt ő is, az az autó is abból a korból, abból az amerikai szimbolizmusból lényegében, és az a környék is, ahol ugye ő él, nem tudom már milyen város volt, hirtelen nem jut eszembe, lényegtelen, egy ilyen kertvárosi idilli környezet, ugye kint az amerikai zászló a házának a verandája előtt például, és hogy mindenki, aki körülötte addig élt ott azon a környéken, vagy kihalt, vagy elköltözött, vagy bármi történt vele, és lényegében annyira megváltozott magának annak a kertvárosi térnek a jellege, hogy legtöbbje már bevándorlók lakta vidék lett lényegében, és ő ott maradt, mint az a, az a kő darab, tehát az az, mint az autó darab. Vagy mint az az autó, mint egy berögződés lényegében. Igen, ahogy láthatjuk, ő mindig meg, ugye szögezzük azt le, hogy úgy kezdődik a film, hogy elveszti a feleségét, ami ugye bár egy elég fontos dolog, mert hogy ő volt a kapocs a családja, mert mint hogy a feleségén kívüli családja, fiai, ha jól emlékszem, kettő darab fia van, illetve közte, és ezzel, hogy kiesett ez a láncem, aki a felesége, így a fiaival való kapcsolata is valamilyen szinten megtört. Szinte. Illetve, hogy Lúri is mondta, hogy az egész környék, ahol addig élt, megváltozott, és hiába próbálja ő mindennapjait úgy élni, mint 30 vagy 40 évig, kénytelen belátni, hogy megváltozott a világ, és hát igen, nem akarom elmesélni a film végén. Igen, csak annyit akartam hozzátenni, hogy nem csak a fiaival, hanem a realitással is azt hiszem, hogy a felesége volt a kapucs, én legalábbis, bár kevés szó esik erről, de hát egy rettentesen magába zárkózott embervilágát mutatja be az egész film, ezzel nem gondolom, hogy sokat elárulok róla, és viszont azt is bemutatja, ugye, hogy hová változott ez az egész, és hogy milyen indulatokat gerjeszt, és hogy mennyi előítélet él bennünk, mert ezt én így magamra vettem, hogy igen, hogy ugye sokszor szitkozódik a szomszédaira, meg mindenkit lenéz, meg mindenkire előítéletekkel néz, a saját unokáit nem ismeri, vagy nem tudja elfogadni, valahogy teljesen el van rugaszkodva. Ami még érdekes a filmben, és ugye kapcsolódik a következő témánkhoz, azért említsük meg, hogy van benne több erőszakos jelenet is ebbe a filmbe, anélkül, hogy belemennénk a részleteibe, és különböző csoportok jelennek meg a filmbe, különböző etnikai, faji csoportok, akik természetesen harcba állnak egymással, és van még egy rétege a filmnek, ugye a csoporton belüli eloszlás, hogy ki mit tart értéknek, és a közvetlen szomszédai eléggé békés értékeket vallanak, de ugyanahhoz az etnikai csoporthoz tartozók teljesen másképp nézik az új hazájukat, mert ugye bevándorlók ők, és úgy gondolják, hogy nekik ott nincs helyük, nekik bosszút kell állni, ők dühösek. És ugyanilyen dühös a főszereplő is, akit Clint Eastwood játszik, dühös a megváltozott világra, a maga körül látott megváltozott világra. Hát igen, ő annak idején, most a filmből idézek akár, ő annak idején a sárgák ellen harcolt a háborúban, ezek most meg itt laknak a szomszédságában, tehát ilyen kategóriában. De szerintem azt akarja, vagyis én legalábbis így látom, hogy azt próbálja megmutatni nekünk a rendező, aki a főszereplő is egyben, hogy nagyjából mindjárt ugyanilyen előítéletesek vagyunk szerintem, de az emberség az mindjártunkban benne van. Ugye a végkifejlett is végül is az igazságosságért, vagy az igazságért folytatott fellázadása a hősünknek. És ez nagyon jó western elem egyébként. Jó, értem én, hogy mit mondasz, meg persze nem lehet ezt így elszakadni tőle, de úgy gondolom, hogy minden stílusban, vagy minden stílusban megállna a helyét ez a mondani való, vagy ez az ág.
Ennyit akartam. Hát igen, hogy végső soron ér bennünk az önfeláldozás, és mindig tudunk olyan kapaszkodókat találni, akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy nincsenek, ami tovább visznek életünk során, és milyen érdekes, hogy ez a kapaszkodó számára nem a közvetlen, ez is érdekes volt számomra, nem a közvetlen családja, akik fizikailag távol élnek tőle. Bár akik nem törődnek vele. Hát nem törődnek vele, csak a vagyonukra fáj a fog. Meg a kocsiára. Főleg a kocsira. Igen, viszont vannak olyan közvetett mellette lévő emberek, akikben megtalálja azokat az emberi értékeket, amik jobbá tudják tenni a világot, és amiért érdemes feláldozni magunkat. És ott van az a kis csaj, aki egy nagyon cserfes és nagyon helyén való talpra esett kis sárga vágott szemű nőci, és ő felvilágosítja, hogy is van ez az élet, és hogy mik a szabályok. Mert például ugye nagyon sokszor félreértjük egymást, hogyha ha más kultúrából jövő emberekkel találkozunk. Például miért süti le mindenki a szemét, miért nem néz a szemembe, mert számomra az érték és az a bátorság, hogyha szembenézünk. Viszont a másik kultúrában meg a szembenézés egészen mást jelent, az illetlenséget jelent. Szóval ilyen nagyon apró finomságok vannak a filmben, érdemes megnézni. Ami miatt borzasztó, ugye, hogy saját csoportjával kezd ki, szóval a saját csoporton belüli való eloszlás, mint például a francia sárga mellényesek most ugye az elit ellen harcolnak, akik ugyanúgy franciák, mint ők, meg ugyanabban az országban élnek. Ugyanígy ebbe a csoportba is, ugye a bosszú, hogy nem azt csinál. Nálam van az igazság, és az igazság az mindig erőszakról szól, meg mindig arról, hogy nem tudom elviselni a másik, hogyha ő másképp látja az életét, és azt szeretném, hogyha a belém olvadna, és ugyanolyan lenne, mint én, és ennek kapcsán a bosszú állás is van, és ugye hát rettenetesen elbánnak a cserfes aranyos kis főszereplőnővel, a saját vérei, tulajdonképpen egy unokatestvérének a bandája. És akkor ott vagyunk rögtön a következő témánknál, a nők elleni erőszaknál. Hát és így tágul az ér, az értágítóval vagyunk itt, Lenkár Péter, Kis Lóri, és jó magam, Lupácsics Judit Csilla, és ugye nagyon sok mindenről beszélgettünk, veszélyekről, veszélyes helyekről, országokról, beszéltünk egy nagyon-nagyon jó filmről, sőt, két film is szóba jött, vagy három a mai adás során, mindegyiket érdemes megnézni. A legutóbbi, ami szóba került, az a Gran Torino. Én nézem a kollégáimat, hát hogyha se. És hallgassatok minket, természetesen keresitek meg YouTube csatornáinkat, ott lehet podcastjeinket hallgatni, nem a pót, hanem podcastjeinket, igen, nyugodtan neves Péter. Sőt, van nekünk Facebook oldalunk is, Instagramon is jelen vagyunk, fogadjuk az észrevételeket, a hozzászólásokat. És most éppen, hát ez most a fehér terror itt, ami a stúdióban folyik, és a nők elleni erőszakról lesz szó éppen. Terrorizálnak, mert nem szólnak bele a kollégáim a mikrofonba. De érdekes, mert ez egy, úgy vetődött föl ez a téma, hogy miért nem a férfiak elleni erőszak? Miért van az, hogy nők elleni erőszak? Azért, mert a gyengébbik, nem én úgy vélem. Van férfiak elleni erőszak? Biztos vagyok benne, hogy van. Én... Elsősorban engem azért zavar ez a megnevezés, mert nem. Biztos vannak olyan statisztikai adatok, amik azt mutatják, hogy
meg valószínűleg logikusabb is, mert egy férfi mégiscsak erősebb, és valamilyen szinten agresszívebb is, mint egy nő, bár szerintem ez is hülyeség ezt így beskatujázni, de hogy engem azért zavar ez, mert elég diszkriminatív számomra ez, hogy nő kell lenni erőszak, tehát számomra úgy lenne elfogadható, hogyha úgy hívnák ezt az intézményt, hogy emberek elleni erőszak. Na jó, de legyünk már őszinték, hányszor hallottál arról hírt, hogy a férfi a gyerekeit az asszony elől menekítve elhagyta a házát. Hallottam ilyen hírt. Hogy a férfi? Igen. Ó, az érdekes. Én még nem. De többször halljuk azt, hogy a nő menekül, vagy ő akar anya otthonba kerülni a gyerekeivel. Mondjuk több esetben hallasz ilyen hírt, igen, hogy... Megem, hogy a nő, a feleség menekül a gyerekekkel, vagy védelmezi őket is, úgy történik meg az erőszakos cselekedet például, hogy hasonlók. És ugye több szintje is van ennek az erőszakos cselekedetnek szerintem, mert nem csak fizikai erővel lehet valakit terrorizálni, hanem lehet verbálisan is, vagy érzelmileg terrorizálni. Visszatérve a nők elleni erőszakra, én tudok egy olyan esetről, amíg a férfi addig bántotta a feleségét, míg kapott egy szabóollót a hátába, és soha többet nem nyúlt hozzá. Igen, vannak biztos ilyen szélsőséges esetek. Én meg egy olyat hallottam, hogy egy férfi felhívta ezt a Magyarországon, ha jól tudom, ha jól mondom, létezik egy ilyen segélyhívószám, hogy nők elleni erőszak segélyhívószám, és egy úriember, akit a barátnője terrorizált, valószínűleg nem fizikailag, hanem, vagyis nem, hogy valószínűleg, hanem így szól a történet, hogy ugye mivel a férfi erősebb, ezért a nő valószínűleg egy olyan eszközhöz nyúl, mint például, ahogy Csilla is mondta, nem fizikálisan, hanem verbálisan fog bántani egy férfit, és mikor ez az úriember felhívta ezt a segélyhívó számot, és elmondta, hogy mi a problémája, akkor azt mondták neki, hogy hát ők ezzel nem tudnak foglalkozni, hanem, és akkor mikor megkérdezte, hogy akkor milyen számot lehet hívni, van-e olyan, hogy férfiak elleni erőszak segélyhívó szám, akkor az volt a válasz, hogy nem, nincs ilyen. És akkor az úriember nem tudta, hogy kihez forduljon ebben az esetben. Hát lelki segélyszolgálat, hogyha nem, hát hogyha verbálisan, akkor a lelkét bántottad. Egy finom lelkű férfi lehet, aki ennyire mélyen megbántódik. Hát ebben a modern korban igazából nem csoda, hogyha mi férfiak is úgy érzelmesedtünk, hogy most van egy ilyen kifejezés, vagy nincs, tehát azért úgy fogékonyak vagyunk azokra a dolgokra, amelyek szép lelkűjé tehetnek bennünket például, vagy nem tudom, ez tényleg megint hülyén hangzik megfogalmazva, de hogy tehát, hogy közben meg arról beszélünk úgy világszinten, hát jó, persze nem mindenhol működik ez úgy, ahogy működnie kéne, hogy azért megvan fajta egyenlőség is, ugye a női emancipációról beszélek konkrétabban, illetve erről már beszéltünk korábban másodásban is, ugye, hogy szavazati jog hogyan alakult ki nők esetében is, meg hasonló, és hogy azért megbeszéltünk, ugye a munkák területén is volt olyan, hogy akkor olyan munkát végez egy nő már, mint ami mondjuk korábban csak férfi munkaként volt elképzelhető, meg hasonló, tehát hogy az egyenlőség az meg megteremtődik több helyzetben, vagy életszituációkban. Ugyanakkor pedig még mindig megvannak azok a dolgok, amelyek meg, hát nyilván, de férfi és nő nem lehet soha úgymond egyenlő olyan mértékben, mert az egyik az férfi, a másik pedig nő. Az, hogy jogok szerint, jogok terén mindenki egyenlőnek tekinthető, az abszolút jogos, úgymond, meg logikus is, meg helyes is lényegében. Ezáltal mondjuk, tehát csak arra akartam reflektálni, amit Peti mondott, ugye, hogy mondjuk nincsen olyan segélyhívó szám, hogyha például mondjuk egy férfit ér valamilyen szintű atrocitás, legyen az akár lelki terror, vagy fizikális. Vagy akár fizikai. Mondjuk egy olló a hátba például. Az csak egy okozat volt. Igen, ez igaz, az csak egy védekezési mechanizmus. És akkor minden meg van, bocsájt, akkor már nem probléma a dolog? De miért hát az, hogy verte folyamatosan 20 évig, tehát az egy megbocsájtható? Az egy védekező mechanizmus volt, az olló a hátba. Hál' Istennek nem lett baja, nem halt bele. Ráadásul arányaiban is úgy nézett ki a házaspár, hogy egy 2 méter égi meszelős pasas mellett volt egy nagyon aranyos 1,50
magas nőci, aki nagyon békés volt, két kicsi gyerek, ugye, és hát egy ideig tűrte, amíg tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is elázott. Bocsánat, nekem inkább az a dolog. És hát ez volt a megoldás. Hát és miért nem az volt a megoldás, hogy elválik attól a férfitől, és elköltözik de onnan? De látod, utána azóta békésen élnek, és nem nincsen semmi. Csak azt gondolta a férfi, hogy ez nagyon férfias viselkedés, és ő ezzel próbálta valószínű bizonyítani, hogy ő az úraháznál. És itt kapcsolódok rögtön ahhoz, amit Lóri próbált boncolgatni, hogy a nagyon sokan mondják, és biztos, hogy van némi igazság benne, hogy a mai világban van egyfajta szerepvesztés. Ugye a férfiak és a nők szerepeik annyira keverednek, hogy néha már azt se tudjuk, hogy melyik oldalon állunk meg, hogy mit is kell tennünk, vagy hogy mivel bizonyítjuk azt, hogy mi férfiak vagyunk, vagy mivel bizonyítjuk azt, hogy mi nők vagyunk. Igen, mondjam. Akkor nekem az jutott eszembe meg, mert szerintem sokan beszélnek egyébként erről, hogy tehát jó, elsőként akkor leszögezem azt, hogy mindenképpen elítélendő az, hogyha valaki akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikálisan erőszakhoz folyamodik nőkkel szemben, szóval azt a férfit én is hátba szúrnám egy ollóval, hogyha úgy van. De ugyanez fordítva is. És fordítva is így van, tehát mindenképpen elítélendő az erőszak ilyen módon nyilván. De a másik, amire meg utalni akartam, hogy ugye azt meg látjuk igazából Európában, illetve a közel-keleten és közép-keleten történő vagy működő társadalmaknak a, hát mondhatnám azt, hogy ellentéteként, vagy ellentétében, hogy míg például mondjuk, hogyha itt Európában mondjuk egy olyan alak például követel erőszakot, akár nemi erőszakot európai nő ellen, akár Svédországban, Franciaországban, Németországban, vagy bárhol máshol Európában, akkor furcsa módon nem hallasz feminista hangokat a médiában, hogy az elkövetők ellen esetleg fellépjenek a feministák. Tehát a másik esetben pedig, hogyha mondjuk olyan történik, hogy mondjuk egy másfajta alak követel mondjuk erőszakot nő ellen, akkor viszont értesz meg... Értesz másfajta alak alatt? Hát szerintem egész egyszerűen arról beszél, hogyha egy őslakos követel erőszakot... Akkor vagy jönnek a feministák, és akkor fel vannak háborúban, meg akkor rendőrségű van belőle, meg aztán okozatok, meg következmények. Míg a másik esetben sokszor eltusolnak dolgokat. Ez nem vicc, tehát, hogy a média is eltusolja dolgokat, és ott meg nincsenek feminista hangok olyan esetben. Tehát akkor hol vannak akkor a feministák? Miért nem védik meg a nőket például? Az a baj a feministákkal most jelenleg, tehát érted a felvetésemet? Igen, most már értem, nem értettem, hogy mi az a más alak, mert nem mondtad ki, hogy mire gondolsz konkrétan. Picit túl van tolva itt Európába, vagy akkor mint a múltkor már beszéltük, hogy nyugati világ, meg keleti világ, akkor maradjunk itt, hogy a feminizmus az itt szerintem már elérte a célját. Tehát ami innen működik, az meg már a másik oldal. Tehát az, hogy kivívta a feminizmus az egyenjogúságot a férfi társadalommal szembe, szerintem ott vége volt a történetnek. De most, ami most működik, az már egy magasabb szintre emelése a feminizmusnak, annak ellenére, hogy például a keleti civilizációban ott... Azért nem szólalnak fel a feministák, mert hogy az ottani kultúra része az, hogy viselkednek a férfiak a nőkkel szemben. És ez, igen, csak az a ez baj, számomra, hogy... Tehát inkább oda baj, kéne hogy... menni, verni az asztal szélét, hogy hello, hát akkor itt van nekünk keresnivalónk, tehát ugyanitt érjük el azokat, amiket itt az elmúlt 100 évben elértünk, és nem itt még mindig lovagolni ezeken a dolgokon. Hát de csak és... az a baj ezzel, nem hogy hiszem, abban hogy... a civilizációban, ahogyan viselkednek a férfiak a nőkkel, abból a civilizációban jöttek oda ide férfiak, akik ugyanúgy viselkednek az itteni nőkkel, mint otthon. Ez a probléma, érted, amire gondolok? Szálljunk már le erről a magaslóról. Hát gondoljunk, ez miért magasló neked? Hát azért, mert gondoljunk csak arra, de hogy nem voltak botrányok, akár elnököt is elmarasztaltak már azért, mert hogy molesztálta a női alkalmazottját. Sőt, tavaly előtt ugye egészen népszerű figurák, akik a közélet népszerű figurái voltak, róluk derült ki sorba, hogy ugyan már ennyi-bennyi
milyen árat követeltek azért, hogy egy-egy szerepet osztogassanak például. És itt igen, ilyenek is vannak. Ilyenek is vannak. Ilyenek viszont, is vannak, csak olyanok is vannak, amiről beszéltem, és azt meg nem kell magaslónak nevezni szerintem, mert egyszerűen az is megtörténik. Tehát hogyha lesreped az asztalról, akkor az még nem jelenti azt, hogy nem történnek meg azok a dolgok. Egy családon belül is lehet erőszak, hogyha már erőszakról igen, az is lehetséges. Csak, tehát, hogy mindegyiket képben kell tartani. Pontosan én ezzel teljesen tehát, hogy tökéletesen egyetek. Ugyanúgy, mint a keletit, mint a nyugatit, ugyanúgy, mint a férfit, meg a nőit. Tehát inkább ez lenne a végkövetkeztetés ennek a témának, hogy ne beszéljünk külön férfiak elleni erőszakról, ne gyerekek elleni, vagy nők elleni erőszakról, hanem emberek elleni erőszakról beszéljünk. Szerintem... Az rendben van, de hát nem egy súlycsoport. Azért hajlamosak vagyunk kategorizálni, ugye említetted a gyerekek elleni erőszak. Hát hadd legyen már, mert nem egy súlycsoport egy gyereket felnőtt. Jó, Csilla, de hogyha egy családon belül mondjuk nincs bántalmazás a férfi részéről, hanem a nő vág hátba egy férfit egy ollóval, vagy egy baltával, akkor miről beszélünk? Vagy igen. Vagy egy gyerekkel, igen. Tehát ott emberek vannak, nem férfiak meg nők. Most... Teljesen tökéletesen egyetértek de mint ahogy ti szoktátok mondani, hogy a világ így működik, sajnos így működik, hogy kategorizálva vannak ezek a dolgok, de ne keseredj, ma van az apák világnapja, ha jól emlékszem, úgyhogy már ilyet is kitaláltak, hogy nem csak anyák napját lehet ünnepelni, hanem apák napját is, sőt, arról viszont tudok, hogy na tessék, és itt a férfiak védelmébe alakult, van olyan szervezet, az elvált apukák védelmében létrejött szervezet, akik például nekik nyújtanak lelki segélyt, vagy egyáltalán nem csak lelkit, hanem anyagi testit. Köznapi. Hát, kapsz egy Ferrari-t apukám, mert rosszul ment a vállás, hogy abban maradhatunk, hogy mi ellene vagyunk mindenféle erőszaknak, ugye? Így van. Megegyezhetünk. Mindenképpen. Na, tessék. Ilyen egyetértésben sem ért véget még szerintem értágító, ugye? Hát mondjuk nem szájkarotézünk, úgyhogy ez normális is, hogy egyetértésben érjen véget. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. És mindenkinek kívánunk nagyon jó rádióhallgatást, ne felejtsétek el megkeresni Facebook oldalunkat, Instagramon is jelen vagyunk, szabad, sőt kötelező kattintani a YouTube csatornánkra, és ott föl is lehet iratkozni. Várunk feedbackeket Burundiból, Közép-Afrikai Köztársaságból, Kongói Demokratikus Köztársaságból is. Főleg a Fülöp-szigetekről. És akik nem értenek azzal egyet, hogy a nők elleni erőszak, vagy férfiak elleni erőszak, írják meg nekünk, hogy is működnek ezek a dolgok. Hát szép napot mindenkinek. Sziasztok. Hello. Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! I got to move.